Jobbat kívánok, sziasztok! Ha a Tron trilógia a Star Wars rajongók bibliája, akkor a pusztítás útja a Sith szimpatizánsok eregéje. Számomra a könyv egy hatalmas enciklopédia, mivel egy általam egyáltalán nem ismert korban játszódik. Csak olyan apróságokat tudtam, hogy Bén fogalmazza meg a híres szabályt, tudtam a megjelent könyvekről, a kronológiai sorrendjükről, ismertebb kisebb információkat a The Old Republic korából és az előtről. Majdnem maga alá temetett az információ lavina, rengeteg dolgot tudtam meg a bolygókról, őshonos növényekről, állatokról, politikai és gazdasági helyzetről, fegyverekről és szabakszabályokról. A könyv az eddigiektől eltérően a sziteket helyezi a középpontba. Megmutatja, hogy ők nem csak gyilkológépek, hanem a tetteik mögött jól kidolgozott dogmák és logikus érvek hálózata rejtőzik. Részletesen bemutatja a rend tagozódását, változását, a történelméből is ízelítőt kapunk. Az olvasó leginkább a főszereplővel, Desszellel azonosulhat, megismerheti a gondolkodásmódját, fájdalmait és mit miért tesz. Az egyszerű kortózis bányász nagy jellemfejlődésen megy keresztül. Egy balhé miatt kénytelen lelépni és a sors úgy hozza, hogy a Sith hadseregben majd az akadémián köt ki, ahol megismerhetjük a többi ember és más fajból származó tanítványt, mestereket és az intézmény oktatási módszerébe is bepillanthatunk. A sötét oldal híveinek nyomatékos érvelése, gondolkodásmódja és a karakterek nagyon kidolgozottak. Nagyon tetszett, ahogy Bén a tanulmányai során levonja a következtetéseket, ahogy fejlődik a sötét oldalon és ahogy változik a gondolkodásmódja. A mellékszereplők is parádésan szerepeltek. Még a kantinos és a köztársasági katonák is közel kerültek hozzám. Khan nagyúr, a sötét testvérség vezetője, sok mindent tud az erőről, különleges képességgel rendelkezik, határozott, amit elgondol, azt véghez viszi, szónoki képességei is rendben vannak. Quardis nagyúr, az akadémia vezetője, a történelmi könyvek helyett az értékes műtárgyakat és egyéb csecsebecséket részesíti előnyben. Azonban az ősi ellenségeik a Jedik is szerephez jutnak, főként a csatajeleneteknél, melyekből nincs olyan sok. A Jediket a hős hoztábornok vezeti, aki párját ritkító harci tapasztalatokkal rendelkezik, mélyen átjárja az erő, de mogorva, zordon természetű és nyers modorú. Az ő ellentéte a megjelenésnek nagyon adó farfallamester, aki saját állítása szerint tudhatni másokra, szellemes és meggyőző, egyébként tényleg ilyen. A háború már régóta tart, próbára teszi a Jediket, és ebben a különleges helyzetben hajlamosak lehetnek arra, hogy az eddigiektől eltérően értelmezzék a rend alapvető tanításait. A Jedik annyira nem bárányok, mint amennyire a Sithek sem teljesen farkasok. Az író nagyon jól leírta azt, amikor Bén használja az erőt, sokkal jobban megelevenedtek előttem a jelenetek, mint az eddig olvasott könyvek bármelyikében. Fantasztikus élményt nyújt és sok információval szolgál a regény, rajongóknak és Sith pártiaknak kötelező olvasmány, talán legelső Star Wars regénynek is ideális. Ti mit gondoltok a könyvről? Ugyanez és még több spoiler nélkül Star Wars könyv vélemény található a www.youtube.com/PAvideostudio oldalon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!